Míg 2014-ben csak a forgalom, addig 2015-ben már az árak is jelentősen növekedtek az ingatlan piacon, a vásárlást ösztönző intézkedések hatására pedig már az építési kedv is beindult, ezt erősíti tovább, hogy az úgynevezett tervezőasztalról értékesített ingatlanokra is igényelhető a csok. Még tervezőasztalon lévő társasházak esetében, itt Ikerházról és talán másféle társasházról is szó lehet, már ebben a stádiumban meg lehet pályázni a csokra való jogosultságot. Azért annyira van bölcs és, és okos a kormányzatunk, hogy az állami támogatást és az így adott pénzeket annyiban mindenképp kontroll alatt tartja, hogy konkrét folyósítása csak a, a használatba vételi engedély kiadását követően kerülhet sor. Az építészkamara elnöke hozzátette, a csok azért is lett kedvezőbb, mert az igénylésnél 25 éves korig lehet figyelembe venni a gyermekeket, függetlenül attól, hogy felsőoktatásban tanulnak vagy sem. További könnyítés, hogy a kedvezmény már a magzat 12 hetes korától kérhető a korábbi 24 helyett. Ráadásul bővül az egyszerű bejelentéssel történő építkezés lehetősége is. A, ö... Kormány előtt van egy, egy tervezet, ami az egyszerű bejelentés kapcsán további az eddigi tapasztalatokat hasznosító, hát újabb egyszerűsítéseket, vagy ha úgy tetszik, a kibővítés szolgálja. Eddig csak 300 négyzetméter alatti új lakásokra lehetett alkalmazni ezt az egyszerű bejelentési eljárást. Ez a tervezet szerint meglevő lakások továbbépítése, bővítése esetén 300 négyzetméter elért összterületig összhasználó, Alapterületig. szintén ezt az egyszerű bejelentés eljárás lehet majd rövidesen alkalmazni. Az egyszerű bejelentés többek között a csok igénybevételét is jelentősen meggyorsíthatja, a támogatási kérelmek folyamatosan érkeznek be, az év első hét hónapjában több mint 14 ezer igénylést nyújtottak be a családok összesen 38,3 milliárd forint értékben.